Sziasztok, Vikári Vlog. Itt ülünk a Polgár Jenő hivatal alatt, oda nézzetek, oda van írva. Nem látszik. Nézzetek, oda van írva, hogy Polgár Jenő hivatal. Ez a 13. kerületi Polgár Jenő hivatal. Le kellett ide a közébe, ide a mélybe ülnöm, mert nagy az utca zaj. Ugye, ettől el vagyok szokva, a gyalogvlogot akartam csinálni, amíg elsétálok Rákos rendezőtől idáig. De hát aztán rájöttem, hogy ez nem működik csúcsforgalomban. Úgyhogy most ilyen ülővlog. Ilyen park van itt, a Polgár Jenő hivatal mögött. Leültem ide, mert megyek az üzemorvoshoz. Látjátok, milyen jó néz ki a park. Megyek az üzemorvoshoz, ott van szembe. És tehát velem szembe, igen. De nem megyek még be, mert korán van, és nem akarok ott maszkba ülni bent, megfulladni. Úgyhogy majd csak pár perccel, 8 előtt fogok bemenni. Na hát, ez most a történés. Holnap lesz live, már hiányoltátok a live témák meghirdetését. Azt hiszem, hogy ki van gondolva, délután megfogom, vagy este felé meg fogom hirdetni. A szokásos menetrend lesz, szokásos, hát eddig egyszer volt, 7:30-kor akkor jövök 3 témával, 2 szakmai, 1 közéleti, bár az egyik a szakmai is valamennyire kötődik, főleg az egyik a közélethez, de csak részben, és akkor utána pedig csinálunk egy jó kis aftert. Ez most a terv. Ma vonattal jöttem, nem tudom milyen megfontolásból, valahogy olyan érzésem volt, hogy vonattal kell jönni. Meg egyébként macerás is a kocsi, ugye, ha Újpest, akkor metrópótlózni kell, és hogy mivel, hogy ide kellett jönni a Jász utcába, ezért nem akartam kocsizni, mert akkor hát a Újpesten kell lerakni az autót, mert itt fizetős, és akkor visszafelé metrópótlózni kell, hát befelé így is, de viszont visszafelé akkor tudok 72M-73M trollival menni a Nyugatiig, és akkor úgy a vonattal. Szerintem ilyen megfontolás volt, meg hát ha hazafelé meg kívánok egy sört, meg ilyenek. Meg hát pénteken nincsenek olyan sokan a vonaton, mint hét elején, úgyhogy üres volt a vonat most reggel, szerencsére kevesen voltak. Na hát egyébként ez a Rákos rendező, ilyen mostanában nem szálltam le ott, hát egyszer voltam ugye, amikor volt az a bebaszós téma Adaniékkal, meg Druszámmal, amikor ugye mentünk sörözni. De akkor nem leszálltam ott, hanem föl se szálltam, mert ugye akkor tömegközlekedéssel érkeztem, mármint hogy városival, BKK-val, és taxival távoztam végül, de ezt a sztorit ismeritek. Úgyhogy ilyen érdekes érzések lengtek körül, hogy Rákos rendező most így nyáron, hogy bár még az én vasutas időmben is már elkezdett ott kinőni az erdő, de most gyakorlatilag a használatban lévő vágányokon kívül a régi Rákos rendezői területeken gyakorlatilag tényleg őserdő van, tehát dzsungel, de kurva jól néz ki. Még gondoltam is, hogy el kéne menni egyszer oda kirándulni egyik hétvégén, csak nehogy szembe jöjjön a medve. Állítólag annak idején vasutas koromban rókát meg ilyeneket láttak ott, tehát hogy van ott élővilág. Úgyhogy egyszer lehet, hogy valamelyik hétvégén csinálok egy ilyen kis kirándulást, hogyha nem lesz túl meleg. Hát a másik, meg hogy milyen lepukkant az állomás, hogy már kapásból az, hogy ugye még annak idején, még a vasútnál dolgoztam, akkor csinálták azt az új peront, ugye, mert hát életveszélyes volt annyi vonattal azok a szűk peronok. Igen ám, de az hátra került a francba, tehát ember a lábát legyalogolja, mire egyáltalán kijut Rákos rendezőről. Akkor az állomás épület, ami össze akar dőlni, ugye a tizen sok éve a forgalmista konténerben van, már mint a külsős, meg ilyenek, tehát az állomás épület meg üresen áll, gyakorlatilag még a váróterem, meg a pénztár, ami talán még üzemel benne, de hát nagyon, nagyon lepukkant. Meg hát ugye már teljesen más a funkciója, tehát a semmi közepén áll meg a vonat tulajdonképpen, tehát az a jó pár embernek jó, aki errefelé dolgozik meg de semmi, egy pár száz méterre ott az egyes villamos, és már évtizedek óta szó van, hogy majd átteszik oda a megállót, meg ilyenek, de hát ez azóta se történik meg. Akkor ott a sorompó, ugye, a jól ismert sorompó,
ahonnan igazából szabályosan rákosrendező pályaudvarról nem tudsz kijönni Angyalföld felé, mert ugye gyalog átjáró nincs, csak a nagy sorompó, és a nagy sorompón elvileg gyalog se jöhetnél át, amíg le van csukva. Na de hát akkor az összes utas ott maradna, tehát nyilván mindenki átmegy, én is átjöttem, mert ilyen 30-40 perceket is len van csúcsidőben a sorompó, ugye kint van a sorompó mellett a sorompó menetrend. Úgyhogy ilyen teljesen ilyen szürreális ilyen hótlepuk. Egyetlen jó dolog van a Manó büfé, ugye a 8-as őrhely, volt 8-as őrhely, ahol be szoktunk rúgni, meg egyébként ott így napközben kajálgatni, meg kávézgatni is lehet. Amit én, hát ugye most nem tettem meg, mert hogy szoktak az üzemorvosnál vérvételt is csinálni, és akkor az jobb étgyomorra, én úgy tudom, de nem tudom. Úgy nem mondták egyébként, hogy most azt sem mondták, hogy meg kérni lehet. Én meg fogom kérni, ha lehet, mert hát ha valami baj van, akkor találják meg. Nem akarok hipohonderkedni, de nem akarok úgy járni, mint sokan, hogy ezért, én 40-50 évesen egyszer csak így földobják, meg ilyenek. Most is hallottam egy ismerős, hogy agyvérzést kapott, ő is 50 pár éves volt. Úgyhogy nem akarom, ha van valami, akkor az legyen meg. Na, úgyhogy emiatt nem reggeliztem, hát majd utána. Ilyenkor mindig rosszul szoktam lenni vérvételnél, mert megkérdezik, hogy nem vagyok-e rosszul, de hát azért vagyok rosszul, mert nem reggeliztem, le van esve a cukrom, aztán még ott szurkálnak, meg nem találják a vénát, meg azóta nem bírom a tűt, amióta egyszer jó pár éve még akkor véradásra jártam, és akkor ott megkérdezték, nincs rosszul? Hát egyből rosszul lettem. Előtte soha nem volt ilyenekkel bajom. Na, hát ezek vannak, megnéznek, üzemorvos, aztán megyek a dolgozóba. Most más nincs. Nem húzom az időtöket. Ma reggel kiment egy spotting, nézzétek szorgalmasan, lájkoljátok, kommenteljétek, diszlájkoljátok, stb. És akkor hónap jövök a live-val, meg hát majd vloggal is szerintem, hogyha úgy alakul. És akkor akarok egy videót is vágni, mert most ez csak egy rövid spotting lett. Jó pofa lett a Komlón a BZ, tekerős sorompó, Szergely, jó hangulatos. Olyan kicsit olyan multidéző. Meg egy kicsit olyan urbex hangulata is van, olyan látszik, hogy ott nem minden működik már. De hát ezért. Na jó van. Sziasztok. Csüssz.